Köszöntöm a Sportlás nézőit! Ezúttal három téma a mai műsorban. Szó lesz jégkorongról, asztali teniszről, és azt is megtudhatják, mi az a baranta. Ám először következzenek a régió sporthírei röviden. A vártnál nehezebben nyert a Spartacus férfi asztali tenisz csapata a Superliga 13. fordulójában a bajnoki tabellán sereghajtó IMT ellen. A vendégek 2-0-ra is vezettek, azután azonban következett zsinórban 4 szabadkai győzelem. Denis Csónics 2, Stefan Kostadinovics és Takarics Robert 1-1 mérkőzést nyert, így 4-2 lett a szabadkaiak javára. A következő fordulóban most hétvégén a Spartacus a Kikinda otthonába látogat. Ez a mérkőzés akár sorsdöntő is lehet a rájátszást jelentő negyedik hely megszerzése szempontjából. Ezüstérmes lett Szerbia ifjúsági asztali tenisz leányválogatottja Hodonyinban, Csehország nemzetközi bajnokságán. A szerbiai válogatottat a zentai Gyurcsik Alíz és Maxuti Anetta, illetve a csókai Alexandra Radonjic alkották. A csoportküzdelmek során Szerbia, Hollandia, Anglia és Lengyelország ellen is nyert. A negyed döntőben Romániát, az elődöntőben pedig Oroszországot is legyőzték. Csak a döntőben kaptak ki Hongkongtól 3-1 arányban. Az ezüstérem óriási eredmény, az ázsiaiak által uralt sportágban az európai országok közül Szerbia végzett legelőkelőbb helyen. Az egyéni versenyben Gyurcsik Alíz bronzérmes lett. Ani Spartacus női röplabdázói vereséget szenvedtek a szerbiai kupa döntőjében a belgrádi Crvena Zvezdától Lazarevácon. A szabadkaiak jól kezdték a mérkőzést, az első szedben 15-12-re is vezettek, ám a fővárosiak fordítottak, és végül 3-0 arányban nyertek. Az ezüstérmes szabadkaiak soraiban Alexandra Cvetichanin és Adela Helic voltak a legeredményesebbek. Valószínűleg ez a két együttes játsza majd a női szuperliga döntőit is, vagyis a rivalizálás folytatódik. Végül labdarúgás. A Snack Bar Busz nevű csapat győzelmével ért véget a VMS Ifjúsági Fórum szabadkai szervezete által megrendezett teremlabdarúgó torna Királyhalmon. Az első és a második csapat ugyanannyi pontot szerzett, az egymás elleni eredmény számított, így szorult a Playbacks együttese a második helyre. A torna legjobb játékosa Mário Onhaus lett a Snack Bar Buszból, a gólkirály pedig Galambos Szilveszter a Playbacksből 21 találattal. Az Északbácskai amatőr tornán 12 csapat vett részt, 3 hét alatt 66 mérkőzést játszottak. Kikics Mário főszervező kiemelte, a nagy sikerre való tekintettel a tervek szerint tavaszi és nyári kupát is szerveznek majd. Újabb győzelmet aratott a Spartacus Zlatibor Voda labdarúgó csapata a montenegrói edzőtáborozása során. Ezúttal a Becsicsi Mogren együttesét múlták felül egy felkészülési mérkőzésen 2-0 arányban. Korábban a Bári Mornárt is legyőzték ugyancsak 2-0-ra. Előtte viszont több barátságos mérkőzésen is vereséget szenvedett a szuperligás szabadkai együttes. Mint ismeretes, Zorán Nyegus vezetőedző a vereségek után, illetve a nem kielégítő játékos állomány miatt lemondott. Most Zorán Milinkovic irányítja a csapatot, akivel 2 évvel ezelőtt a Spartacus kijutott Európába. Mivel Montenegróban is rossz idő volt, a csapat a tervezettől tovább marad, majd csak szerdán érkeznek vissza az edzőtáborból. A szabadkai Spartacus Jaffa női labdarúgó klub is győzelmet aratott. Felkészülési mérkőzésen Szegeden a helybéli Amazonok együttes ellen fölényesen 9-0 arányban nyertek. A szabadkaiak szerdán játsszák következő barátságos mérkőzésüket, a budapesti MTK otthonába látogatnak. Kalantúra Szarajevóban. A Spartacus 8-10 éves hokisai az óriási havazás ellenére múlt hétvégén elutaztak a boszniai fővárosba. Az ottani csarnok teteje a hóréteg miatt beszakadt, a torna elmaradt, a szarajevói és szabadkai gyerekek mégsem maradtak hoki nélkül, másik helyszínen mégis játszottak egy barátságos mérkőzést. A múlt hétvégén Szarajevóban vendégeskedett a szabadkai Spartacus Jégkorong Klub két korosztálya. A nagy havazás miatt viszont nem tartották meg a Happy Hockey Day 2012 nevű gyerektornát. A versenyre csak a szabadkai csapat érkezett meg, a szlovén és a macedón együttesek lemondták a szereplést a hóhelyzet miatt.
Ráadásul a nagy mennyiségű hó a szarajevói Zetra jégpályát teljesen beborította. Da se urušio balon gore kod Zetre gdje se trebao držati ovaj turnir za djecu. Tu smo imali ove naše hrabre goste iz Subotice koji nisu htjeli da odu, ostali su ovdje i evo uveličali su ovu našu malu proslavu. Napravili smo, dakle, imali smo neki rezervni plan, da tako kažem, pa smo ovdje došli zahvaljujući Beko BB Ice ledenom igralištu kojim se zahvaljujem ovom prilikom. Oni su nam omogućili da odigramo ovaj turnir, pa kako tako da ga privedemo kraju i da ovoj djeci napravimo malo sretni ovaj hokejaški dan. Nije nedostalo entuzijazma, mi hokejaški entuzijasti i na minus 12, minus 15, na 5 metara snijega mi ne posustajemo. Szervezők letakarítottak egy másik jégpályát, hogy a két csapat összemérhesse erejét. A szabadkaiak nagy örömére mégis megtartották a mérkőzéseket, nem érkeztek hiába a boszniai fővárosba. Jako nam je drago što smo došli da se družimo sa našim društvenacima iz Sarajeva. Saralije su bile naše gosti predvedene na našem turniru i jako nam je drago što smo došli da makar na neki način ovaj sneg i ovo sve ovo neku vanrednu situaciju u celoj bivšoj Jugoslaviji iskoristimo da se deca više druže, da se odigra neki lep hokej ovde u Sarajevu. Kad smo došli, ostajemo do kraja. Ima deca da igraju hokej u Sarajevu, zato smo došli hokej treba da se igra u Sarajevu. U Sarajevu odvek postoje hokej, dok je bilo stara Jugoslavija, bili su jedan od najoriginalnijih i najstarijih klubova u državi. Olimpijski grad. Olimpijski grad. Znači, jednostavno, Subotica je u sličnoj situaciji, jako složena neka infrastruktura i to je nešto što mora da se poboljša i u Sarajevu, i u Subotici, i u drugim gradovima, kako bi se hokej što više razvijao. Zaista, prvi dan sport, deca ga vole i treba da se igra što više. Mindkét mérkőzést a Spartacus fiataljai nyerték, a 8 éves korosztály 6-0-ra, a 10 éves korcsoport pedig 5-0 arányban verte meg a szarajevói Starigrád együttesét. A szervezők remélik, hogy a 2013-as Happy Hockey Day mérkőzéseket már gond nélkül lebonyolíthatják majd. Organizátori domácin turnira su uspeli zajedno sa nekoliko još tamo ljudi volontera da očiste jedno montažno klizilište ispred jednog tržnog centra. Kao što je pre 7-8 godina bilo ispred Rudića i bilo tako montažno klizilište, i tu su oni uspeli da očiste jedno 4 sata, su oni to očistili i onda su na kraju dogovorili da samo u subotu uveče ispred tog tržnog centra napravimo utakmicu, mini turnir, znači samo mi protiv hokej kluba Stari Grad iz Sarajeva. Tamo su onda uveče u 7 sati je to počelo, negdje do pola 9 smo igrali. Igrači do 8 godina su odigrali protiv svojih vršnjaka iz Sarajeva i pobijedili smo 6-0. To je zaista bilo jako lepo, puno ljudi. Mislim, to je sve bilo ovako, kao da smo bili u grotlu ovako, sve snijeg bio oko nas. Baš jako, ljudi su oko penjeli gore na taj snijeg da gledaju dole kako deca igraju. Baš jako bilo lepo interesantno, sa osvetljenjem, sa rasvetom nekom, sa zvučnicima, sa muzikom. Lepo je to izgledalo, zaista. Tako su to igrali mali, a onda su posle toga 10, znači to su igrači 10 godina, su bili posle njih i oni su bili 5-0. Tako su ono koliko su deca mali gledali po kog tog turnira. Posle toga smo se vratili nazad u hotel. Uspeli smo nekako da okrenemo, čak je bio problem okrenuti autobus, na parkingu je bilo problem toliko je snega bilo. I onda smo okrenuli autobus i sledeći dan smo ujutro krenuli za Suboticu i stigli smo u Suboticu, sve živi bezbedno, tako da je zaista jedna lepa avantura, to na kraju je bilo ne samo hokej, nego i putovanje i avantura i druženje međusobno i tako da je super bilo. A szabadkai Spartacus Jégkoron klub 8-10 éves korosztályának tagjai most hétvégén ismét vendég szerepeltek, ezúttal Budapest. Na kojom su učestvovali 6 ekipa, igrao se po principu svako sa svakim. I hokej klub Spartak je posle 3 meseca leda, koliko naše deci imaju led u nogama, su uspeli polako da stignu taj neki nivo deca iz Budimpešte koji imaju led po 6 meseci, koji već imaju 6 meseci, jer tako smo njih stigli i mi smo svih 5 utakmica uspeli da pobedimo i da osvojimo prvo mesto na turniru, tako da su klinci bili fantastično, su igrali klinci. Igrali smo prvu utakmicu protiv hokej kluba, to su bili Buda i Bočak, gdje smo bili 2-1, pa smo onda igrali protiv Sporta Šagića, pa smo pobedili isto 2-1. Posle smo bili protiv Dragoš Korpena 1, to je njihova prva ekipa, njih smo bili 8-0, protiv Dragoš Korpena B ekipa, njih smo bili 12-0, i onda smo bili u finalu protiv MTK, koji su isto imali sve pobjede od tada, i tamo smo u finalu pobjedili 6-5. To je onako baš bila jedna dobra utakmica, puno neizvesnosti je bilo, i svi klinci su odigrali fantastično, svi su se borili do zadnje snage, zadnje automa snage, tako da su klinci zaista
zasluženo osvojili turnir i jako smo ponosni na njih i ja kao trener i svi ljudi koji rade ovdje u klubu na jednu selekciju igrača koja već posle 3 mjeseca stiže neke koji imaju duplo više leda u nogama i koji mogu se takmičiti čak i na tom nivou i da osvajaju turnire u Mađarskoj i svuda ostalo u okruženju. A szabadkai fiatal jégkorongozók jövő hétvégén ismét Budapestre utaznak egy nemzetközi tornára. A fedett pálya hiánya és a később elkészülő jég ellenére mégis rendszeresen helytállnak nemzetközi szintéren is. Ötödik alkalommal szervezték meg a nyílt Baranta szabadvívó versenyt, azaz az ötödik Balassi kupát. A hagyományos magyar harcművészeti megmérettetésnek ezúttal Topolya adott otthont. A kupáért 4 ország barantásai versengtek. A Szabja versenyszámban meghirdetett 5. Balassi kupára több mint 100 versenyző nevezett be 5 kategóriában. A hazaiakon kívül magyarországi, felvidéki, illetve erdélyi versenyzők mutatkoztak be. A kupa győztes a nepáli származású Singh Bahadur Ruben lett, aki a budapesti Zrínyi Miklós Baranta színeiben versenyzett. A barantásoknak ismerni kell a fokos, Szabja, a kard, a bot, a népi bot használata, az íj, a pusztakezes elemeket, tehát minden olyan dolgot, amit a magyar népi kultúrában, a harci, népi harci kultúrában műveltek. Ebből lett végül is egy önálló harcművészeti irányzat, ami már 1928-ban megkezdte a szárny próbálgatásait a két világháború között. Leventéknek tanították ezt a készletet, és 91-ben a akkori Kossuth Lajos Katonai Főiskolán alakul újjá ez a gyűjtés, ez a munka, és alakul ki maga a Baranta harcművészet, ami jelen pillanatban 112 csapatot foglal magába, 6 országban vagyunk jelen. Hát a barantázó az nem csak a magyar harci testkultúrával foglalkozik, hanem természetesen foglalkozik a kultúra többi részével, tehát például tudnak zenélni, tudnak táncolni, értenek a gazdálkodásnak a legfontosabb alapismereteihez, amit a vizsgaszabályzatban is kötelezően el kell tudni sajátítani. Természetesen a csapatok között vannak olyanok, akik csak hetente egy-egy alkalommal találkoznak, és vannak olyanok, akik 20-30 órákat is edzenek azért, hogy a lehető legmagasabb minőséget tudják képviselni. És még mindenhol azt lehet látni, hogy a különböző, hát a számítógép is, az életmód is, a pénztelenség is, én azt mondom, hogy központi akaratoknak a hiánya is néha oda vitte el a dolgot, hogy rengeteg stílus felszámolásra került Magyarországon, vagy olyan helyeken, ahol 15-20 ezer ember volt egy stíluson belül, nem érjük el most már a 2-300 főt, a fiatalok kimentek a sportból, vagy ott vannak akár csak olimpiai sportágoknak a tragédiáját, hogy vívóknál, nőknél 16-18-an indulnak a magyar bajnokságon, elfogynak az egyesületek, elfogy a akaraterő, és ehhez képest a Baranta fejlődik. Hát a sport is és hagyományőrzés is egyben, tehát őseink hagyományát megéljük, próbáljuk megélni mindennapjainkban. A Barantáról annyit kell tudni, hogy a szkítakortól a huszárkorig minden hagyományos magyar harcmodort magába foglal, tehát az íjtól kezdve a szabjavívásig, és többfajta népi birkódzásig, pásztorbirkódzás, botbirkódzás, és így sorolhatnám tovább magába foglalkozni. Nagyon széles a paletta, és hát sok idő, amíg ezt el tudja ember tökéletesen sajátítani. Neked személy szerint mit jelent ez a sport? Nekem személy szerint a őseim hagyományát is, és hát mindig közel álltak hozzám a harcművészetek, főleg japánok, japán harcművészetek. Hát a japánok, tudjuk, hogy a Hunter Szövetségben benne voltak, rokon nép, de azért mégiscsak egy magyar harcművészet, és a Barantában nem csak a harcmodort sajátítsa el az ember, hanem magyar rovásírást. A vizsgaanyagban benne van például a népmesék elemzése, népdalok, stb. Folytathatnánk. Mióta foglalkozol ezzel a sportággal, és mi fogott meg benne? Hát körülbelül 4 éve vagyok a csapatnak a tagja, az első emberek között voltunk, akikkel alapítottuk tulajdonképpen Délvidéken az első Baranta csapatot, és hát jóformán minden nagyon érdekes ebben a sportágban vagy harcművészetben, attól függ, hogy hívjuk. Nagyon-nagyon sokrétű, és nagyon-nagyon sokféleképpen le tudja foglalni az embert. Nőként hogy tudod megállni a helyed ebben a sportágban? Hát ez nagyon érdekes, mert hogy tehát a lányok és a fiúk között elvileg nincs különbség téve a Barantában, persze a kategóriák szerint néha igen, de egyébként a lányok is ugyanúgy mindenben részt vesznek, mint ahogy a fiúk, úgyhogy hát jó, kihívás. Személy szerint mit jelent neked ez a sport?
Nagyon fontosnak tartom, mert ösztönözzük tulajdonképpen a fiatalokat is arra, hogy mozogjanak, és a szabad idejüket valami pozitív dologgal töltsék el, és ezt nagyon fontosnak tartom. A gyakorlatban hogy néz ki egy edzés? Hát gyakorlatban általában ugye fontos nagyon a bemelegítés, tehát hogy egymásra is és saját magunkra is vigyázzunk, és az utána pedig attól függően, tehát a botforgatás technikák, a rövid és hosszú bottal való harc, íjászat, karikásos tor használata, birkózás, pusztakezes harc. Itt Vajdaságban mennyire ismerik szerinted ezt a sportot? Vajdaságban, délvidéken még kevésbé ismert, hát két csapat létezik, az egyik a Csodaszarvas Baranta ugye Adán, a másik pedig mi vagyunk Bácskosudfalván a Fehér Lófia Baranta. Nagyon kevesen ismerik és nagyon kevesen érdeklődnek, ami meglepő számomra. Valójában szerintem inkább az embereknek a lustasága van ebben benne, mint hogy a kevésbé az érdekeltség ugye. Általában bemelegítésre kezdünk, aztán átveszik az elmenetet, és végül szabja, illetve birkózó gyakorlatokat végzünk. És mennyire nehéz ez a sportág? Hát attól függ, milyen nagyságban mérjük. Most ha ilyen versenyekre szeretnénk készülni, akkor elég nehéz, mert itt elég komoly ellenfelek vannak. Ha viszont csak bemutatókra szeretnénk gyakorolni, akkor relatíve könnyű, megverjük. És mondjuk Adán mennyire érdeklődnek ez a sportág iránt? Hát elmentünk egyszer bemutatózni, meg szabad foglalkozást tartani, és néhány gyerek jött ijászkodni, és illetve más például szabjázni, és így jött most 17 gyerek volt eddig a legtöbb, ami van, átlagosan 10 vagyunk. Idén szerveznek majd először Baranta világkupát. A verseny májusban lesz Miskolcon. Vívás, birkózás, íjászat és fegyveres formagyakorlat versenyszámokban nevezhetnek az érdeklődők. Szabadkán edzőtáborozott a felnőtt férfi asztali tenisz válogatott. A tavaly ősszel átadott csarnok a szerbiai válogatottak nemzeti edzőközpontja is egyben. Ezúttal az volt a tét, hogy ki lesz a válogatott negyedik tagja a márciusi Dortmundi világbajnokságon. A múlt héten Szabadkán edzőtáborozott a szerb asztali tenisz válogatott. A pingpongozók a Dortmundi világbajnokságra készültek. Három asztali teniszező már biztosan szerepel a válogatottban, a hétvégén dőlt el, ki lesz a negyedik. A stolonténszki center ez apróbb dobja szói pravi smisao. Reprezentácia Srbije je ovde na pripremama i u okviru tih malih priprema koje traju 7-8 dana, oni su napravili se kvalifikacije za četvrtog čoveka u ekipi za odlazak na svetsko prvenstvo. Hoće reći, prva tri mjesta su određena, Karakašević, Pete Žolt i Jevtović igraju sigurno u ekipi, a za to četvrto nepopunjeno mjesto bore se pet mladih igrača. Jedan od njih koji bude prvi na tom mini turniru biće četvrti član na svetskom prvenstvu u Dortmundu koji će održati sljedećeg mjeseca. Nagy a tét. A fiatal sportolók küzdelmében mindenki mindenkivel összemérte erejét. Közülük ketten már a nemzetközi színtereken is ismertek. Dragan Subotić és Bojan Crepuja Németországban játszanak. To sam igrao protiv Polesku Lorenzi, on inače jako dobar igrač. Mislim da sam odigrao dobro taktički. Baš me sve me danas išlo ono što sam zamislio da uradim, to sam pogađao i mislim da sam dobro igrao. Ja sam pokušao protiv njega da igram što je moguće mirnije. Ja sam tako pokušavao da održim koncentraciju na najvišem nivou, da ne trošim toliko stranu van poena, da ne trčim, nego da budem smiren i da pokušavam da između poena da se spremim na najbolji mogući način za sljedeći poen. Radili smo dosta i kondicije, imao sam treninge u Nemačkoj, tako da ja mislim da sam spreman. Prvi meč je uvijek najteži, uspio sam da izvučim i da dobijem 3-2, uvijek nezgodno u Đorđa Borčića. A másik három játékos, aki a válogatottságért küzdött, hazai pályán játszanak. Lorenzo Lupulescu a belgrádi Crvena Zvezda játékosa, Đorđe Borčić és Marko Petkov pedig klubtársak a nagybecskereki Banátban. Igrali smo protiv Marka Petkova, mog klubskog druga, bio je težak meč, stvarno to odigrali smo 5 setova, kraju tog petog seta imao smo malo više sreće u završnici. Još 4 meča imam da igram, tako da vidjet ćemo šta će biti naporan turnir, stvarno svi igrači su dosta kvalitetni. Prvi meč kao prvi meč, pogotovo na početku turnira, veoma je težak psihički. Mislim da je bio sasvim korektan meč, Đorđe je pobedio zasluženo, naravno 3-2 i
Ne mogu da se žalim, dobar meč je bio. Jedan poraz imam, ovdje smo svi ravnopravni, svašta je moguće, krugovi postoje. Az új szabadkai asztali tenisz központ méltó helye a válogatott edzéseinek. Mi je prvi put, ali dobra hala, stvarno je sve na nivou. Ovo mi je prvi put i stvarno mogu da kažem da mi se jako sviđa i da je super. Ovo je nova otvorena hala i zaista je super. Odradili smo dva treninga do sad ovdje i fantastično je. Nehéz és kimerítő küzdelmek után Dragan Subotić megérdemelten lett a szerb csapat negyedik válogatottja. A világbajnokságot március 25-től április 1-ig rendezik a németországi Dortmundban. Köszönjük figyelmüket! Jövő hétfőn 7-től újabb sportlesre várjuk Önöket friss eseményekkel. Viszontlátásra!